Mint már sokan sokszor elmondták, a 12 csapatos NB1-ben minden mérkőzésnek jelentősége van, mivel egy-két győzelemmel vagy vereséggel több helyet lehet nyerni vagy veszíteni a tabellán. A Kisvárda eddigi 5 tavaszi meccsén 4 pontot szerzett, és a jelenleg kieső helyen álló Zalaegerszegtől 3 pontra a 9. helyen áll a táblázaton. A Diósgyőr tavaszi termése 10 pont, a szombati vendégek így a 6. helyen várják a mérkőzést. A két csapat eddigi két élvonalbeli meccse egyaránt 1-1-re végződött. A Kisvárda vezetőedzője Bódog Tamás legutóbb Diósgyőrben dolgozott Magyarországon. Szerettem ott lenni, jól éreztem magam. Úgy gondolom, hogy addig, amíg az utolsó hónap nem jött, addig eredményesek voltunk, úgyhogy mindenképpen egy feltörekvő klubról van szó, nagyszerű szurkolótáborral, akik azért meghatározzák az egész klubnak a létét végül is. Őrtük van a futball, úgyhogy kíváncsian várom és érdeklődve a mérkőzés, úgyhogy örülök, hogy jönnek. A vendégek vezetőedzője Feckó Tamás szerint a helyzetkihasználás döntheti el a 3 pont sorsát a szombati mérkőzésen. Nagyon jó hangulatban vagyunk, hiszen az elvégzett munkának látjuk az eredményét, ami pontokba és győzelmekbe is megmutatkozik. Tudjuk, hogy a Kisvárda egy nagyon agresszív és jó játékot játszó csapat, de nem lehet más célunk, mint hogy győztesen térjünk haza. Mindkét csapat olyan típusú játékot játszik, hogy tudnak helyzetet kialakítani bárki ellen. Fontos lesz, hogy melyik csapat lesz az, amelyik koncentráltabb lesz a helyzetek értékesítésénél. Biztos, hogy a szőr megnyernek, jobb százalékban használják a lehetőségét. A Kisvárda Diósgyőr mérkőzés szombaton 17 órakor kezdődik a Várkerti stadionban. A 22. forduló további párosítása a következő: Budapest Honvéd Puskás Akadémia, Kaposvár Újpest, Molfehérvár FC Zalaegerszeg, Paks Debrecen és Mezőkövesd Ferencváros.